Superstar. Akkor... Sziasztok, a filmes atya interjúja. Akkor pár kérdésem lenne hozzátok amatőr filmesekhez. Kíváncsi vagyok az amatőr független filmesek véleményére. Cseró, te egy elég karizmatikus személyiség vagy, úgy gondolom, de valahogy mostanában, aki legalábbis téged figyel, az nem sokat hall rólad. Pontosabban a Joker játék 2014-es című film óta csak szinte ilyen villanásszerű szerepekben tűntél fel, mint a Gyermek, Villámcsapás, Parkolóház, Lucsika. Miért? És miért nem csináltok a te stílushoz hasonló karakterfilmeket, mint a Drog, Joker játék bosszúra tervezve, vagy valami ilyesmi, amivel nem csak megvillansz, hanem amivel akár főszereplő vagy. Erre nagyon egyszerű a válaszom, gyerekek. Nekem ez csak hobbi. Van egy munkám, ami nekem lefoglalja az egész életemet. Magnum még engem vadásznak, hogy szerepeljek valamibe, mert nincs erre időm, de amit bírok, megteszek ezért. Ezért vagyok rövid jelenetekben, csak ahogy ti mondjátok. De amúgy meg a bosszúra tervezve, meg ez az nem az én világom. Nekem más a világom. Akkor már, ha megemlítettem a Lucsikát, az miről is fog szólni pontosan, és neked milyen szerepet van benne? A film 2016-os dátumot kapott, és elméletileg Magnum még forgat hozzá valamit, tehát te mit leszel benne? Bérgyilkos? Még ezt csak hozzátettem, de... Lucsika, fingom sincs, hogy mi az, én már csak azért vagyok benne, mert tetszett ez a bohóc állat, és elbírtam a hülyéskedni anonim szerepben, ennyi. Azt tudjuk, hogy végre már elindul a pszichéses projektje. És mikor lesz belőle valami már, mint megjelenés? Mert hogy így már, ahogy hallottam, szabad kezet kaptatok, tehát tiétek a film. Na azért valamit szögezzük be, a film eddig is a miénk volt, senki másé nem volt, és igen, 2016-ban le lesz forgatva, ki lesz adva, karácsony ajándékképpen megkapja mindenki. Majd meg akarták venni, és tőlünk hozzáteszem. Nem eladó. A lelkemet már eladtam, ezt a filmet nem adom. Bővült a stáb. Viszont még állítólag a rózsaszín pitbull még most olvassa a forgatókönyvet, és ha igen mondanak, akkor az nagy ütőkártya, ugye tudjátok. Aki tud, az tud. Gyerekek, a rózsaszín pitbull, az már a miénk, tetszik az ötlet neki. A film szép stábban rendelkezik. Mit gondolsz, nehéz lesz összefogni a csapatot? Te milyen segítsége vagy Magnumnak, vagy Vegasnak? Isaac Vegas, pontosítok, Vegas a filmben milyen döntésekért felelősz? Van főnök amúgy a csapatban? Hát az jó kérdés. Milyen szerep? A csapatot nem lesz nehéz összefogni. Biztos, hogy nem. Ha más nem, akkor hangomban összefogom egész csapatot. De amúgy meg nincs főnök a csapatban. A két alapító tag mindent visz. Gabi meg én, vagy Magnum meg én. Mindenki másnak beleszólási joga van, de parancsokat senki nem otogathat. Minden úgy van, ahogy Magnum meg én akar. A Glózer film és az Escape produkcióban biztosan nem segít nektetek semmi. Nem is fognak, nem is szerepel, nem is fog akartak segíteni, nem is fognak segíteni, nem is fognak szerepelni semmiben. Nem is érdekelnek. Vad Bradford kreált Lucsika folytatásában szerepelnélek, kérdezik. Isten ments! Mit gondolsz te magad arról, hogy lehet jövője a szíves esetek? Mármint talán nézőt pályázni is fogtok a filmmel. Ilyen filmeknek mindig van nézettségük, mindig van közönségük, és biztos, hogy pályáztatni fogjuk, nem is egy helyen. Ó, hozzák, csak közben a sztár, tehát csak nyugodtan, csak csinálunk egy pár ilyen kis in... Ó, nagyon jó, nem ki. Szuper, köszönjük. Köszönjük. Podmanicki István megkeresett, és azt mondta, hogy őről is szó volt még annó, tehát ő sem fog már nektek segíteni. Persze, ő nagyon akarta tőlünk venni a film 300 ezer forintért. Kevés. Nincs hiányérzető, hogy se Glózer, Norvisszesű, se Nanorelekvia, se nem segítettek. Kérdezem ezt, tehát a szám sarkából mosolyog, hogy, mert akik megszerzik mondjuk a csapatba mondjuk egy ilyen zenekart, mint a Pitbull, azoknak nem sok félnivalójuk van. Hát még folytatnám a sort, mert azért mindannyian elég erős karakterek. Tehát akkor nincsen. Tehát... Itt nincs hiba. Szűcs az egy elég jó karakter lett volna, én szerintem. Csak ki talán... kéne nyitni a száját néha. Hát igen. Podi meg nem kell nekünk. Menjen kitboxolni. Nem. Túl nagy az agy, és túl sok a számítástechnika a filmjeiben. Ez a baj. Magnum mondta, nem szeretném már 40 perces rövidebb filmek, 40 percnél rövidebb filmekre szerepelni, de miért? Ez egy tiszta lejárató kampány azért. Tiszta hülyének nézel ki rajta.
ha bejön a szíves esetben, milyen filmekben bírnád magad elképzelni? Tehát van Magnum, mondta, hogy van Delf, Véresünk, az egy szihotri, tehát ez egy akció, Véresünk, Katakom, tehát de mégis mi, további akciófilm, vagy egy kicsit mélyebb drámákban. Mert mint úgy kérdezem, mert most mint Magnum kérdezem, mint Cserót, én sokkal több lehetőséget látok Cseróba, bevallom őszintén, mint lehet, hogy hihetetlen, mint nagyon sok más valakibe. Láttam olyan sok... Végjátékban például ebben nem még igen. Mondom, ennyi. Tehát benne azért van, csak ki kell aknázni. Például én Isaac meg azt nem látom. Na, Magnum írta valahogy, ti vagytok Európa, még nem ismert, de a legjobb csapata, mi a véleményed? Azt, hogy egy kicsit el van Magnum szállva magától. Jut eszembe a Szolnál testvérekkel mi a helyzet? Fognak szerepelni, vagy tényleg kiléptek az egész csapatból? Persze, a temetésükön. És kiléptek a csapatból? Nem, kiléptek a jó, oké, hát akkor ne egyelőre ennyi, srácok.